Ez egy vakont bringa verseny, egy barlangban van. Vakont. Én Aromó vagyok, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. Én a cilinderes. Nem tudom, hogy mi. Mindenkinek át kéne ezt élnie. Az erő az velem van. Nem könnyű. Acélváz. Itt tekerni kell. Nagyon jó biciklizni. Hová jöttél most? Itt a bánámba. És mit fogsz itt csinálni? Versenyezni a biciklivel. Lent vagyunk a föld alatt, ilyen 20-30 méter mélyen kőbányán. Kőbányán egy kőbányában egészen pontosan. Ez olyan 40-45 ezer négyzetméter, illetve 10 kilométer összhosszúságú. Itt van a második vakont futam, ugye már második évben szervezzük ezt meg. Reggel délután nagyon sok kisgyerek volt, óvodások, volt két kategórián, kicsik és nagyok, és délután pedig a felnőttek következnek, maszterek, férfiak, nők és az elit futam. És lesz közte egy meglepetés, egy média futam, ahol remélhetően nagyon sok magyar sztár is bringára fog ülni. Mentetek ezzel a csoda party bike-kal, az milyen érzés volt? Elég hülyeség ahhoz, hogy jól érezze magát rajta az ember. Ez egy ilyen fellélegezés most nekünk, a sok munka, meg a koncertezés, meg minden mellett. Úgyhogy nagy örömmel jöttünk, és élvezzük a helyzetet itt lenne a bányában. Izgi lesz, láttam, hogy van egy lépcső. Azt aggódom miatt. Milyen érzés ilyen sok celebbel együtteken? Na, nagyszerű, nagy megtiszteltetés számomra. Van itt ma spinning, ügyességi pálya a gyerekeknek, ugye verseny óvodásoktól egészen a master korosztályig. Van ilyen rész a pályának, ahol még fény sincs egyébként szándékosan, bár lehetne akár világítás, de lekocsoltuk a villanyt. A kanyargós részek jók voltak, és farolósak is. Kőbányai gyerekeknek csináltunk egy rajzversenyt, kerékpárral a föld alatt címmel, és egészen elképesztő rajzok jöttek, denevérek vannak rajta, föld alatti bringások, bámulatosan ügyesek a gyerekek. Melyik a te rajzod, Anasztázia? A biciklis a barlangba megy, és fent egy kislány ül a szivárványon. Csomó program van itten. Gyerekeknek, felnőtteknek, jelmezverseny. A csillagok háborújából a figurák azok nagyon tetszenek mindenkinek. Úgyhogy az egy örök emlék marad. Ez a jóról szólt, a sportról szólt, az emberekről. Ennek így kell lennie. El sem tudtam képzelni, most ez tényleg egy komoly verseny, aminek van díja, egy ilyen is a végén. Meghozza az ember kedvét, hogy újra jöjjön. Ez csodálatos volt.